A gyengen átszálat el nem töri. Hangjáték Szabó Magda a Hallei kirurgus című műve alapján. Első rész. Örvendetes egy vacsora lesz ez. Mondhatom. Sokat megéltem, de ilyet, mint ez a mai nap még nem. Pedig a 72. évemet taposom, s a harmadik Handel generációt szolgálom. Ha hozzáveszem a gyermeket is. S miért ne venném? Én dajkálom, mióta meglátta a napvilágot. Úgy ismerem, hogy a tenyeremet se jobban. Kitanultam én az összes Handel természetét, de még a mesterségüket is ki kellett tanulnom. Mi mindent kipróbáltam én már életemben, hogy megálljam a helyem. Mert Katarina mindenütt ott kellett, hogy legyen. Ott bizony. Az öreg gazdának tisztítottam a rézlemezeit, áztattam a kínai papírt, szárítottam a metszeteit, pucoltam a sábert, a vésőt, segítettem kavarni a velencei fornázt, meg a szopiát, a tust, ha épp nem a házat súroltam, vagy az ételt főztem. Ha, ugorj, Katarina! Szaladj, Katarina! Aztán már meg se tudott lenni nélkülem. Szinte a jobb keze lettem. Úgy ám. A kirurgus meg a gyermek apja. Hát, mellette igazán nem volt könnyű. És nem a kötszertépés, a sebek mosása, vagy a fogók, trokárok, kőhorgok, tűk tisztítása, kenőcsök, tinktúrák kavarása volt a legnehezebb. Mert persze ebbe is bele kellett tanulnom, míg a kirurgus a betegeit járta. Vagy azt a nagy könyvet bújta, Johannes Sultétius kirurgikumát. Nem mondom, az iparkodásának meg lett az eredménye. Mindenki meghajol neki Halle városában, s a herceg orvosa. De azt a sötét árnyékot, ami házára borult mindig, a mostani asszony se tudta egészen eloszlatni. Szegény Dorotea. Olyan emellett a konokvén ember mellett, mint egy törékeny lengevirág. Szava szinte nincs is, csak mosolya. De az is, mintha könyvben fürödne, mielőtt földereg, mint vihar után a bátortalan szivárvány. Hogy örült szegény ennek a napnak, mennyit remélt? És most a ház bezárva. Zárva, rokon, barát és tisztelő előtt. S fejünk fölött lebeg a botrány. Thank you.
A vacsora. A vacsorája. Kedves uram, vacsoráznánk. Nem áhítok ételre. Szólok Katarinának, várjon a tálalással. Ne várjon, nem vacsorázom. Délóta nem evett. Az ember azt hinné, ön foglalkozik betegekkel, nem én. Kirurgus vagyok, asszonyom. Tudom, mit visel el az emberi szervezet. Az ön korában... Erre se kell figyelmeztetnie. Tudom, hogy elmúltam 70 éves. Ebben a korban már higgadt az elme és türelmes a test. Ne ítéljen meg másokat a maga ifjú kívánságai szerint. Ifjú kívánságok. Betöltöttem a 40-et. Ha majd ilyen öreg lesz, mint én, megtanul viszonyítani. 40 éves fejjel az ember még mindig meggondolatlan. 70 évesen már nem. Meggondolatlanság, hogy vacsorázni hívtam. Jól tudja, hogy másra gondoltam, nem az ételre. Meggondolatlan? Az egész életem csupa meggondolás. Ezt is értem, asszonyom, és erre is megfelelek. 10 esztendeje lett a feleségem. Saját kívánsága és elhatározása szerint. Nem kívántam mást, mint hogy úgy éljen, ahogy élnie méltó. Sajnálom, ha nehezére esett. Uram, ne bántsuk egymást. Elhűl a vacsorája. Egyék, Dorotea. Azt hiszi, lemegy a torkomon egy falat. Így? 10 éven át szakadatlan... Ne sorolja fel, mit tett értem. Tiszta fehér neművel rakta tele a polcaimat, ellenőrizte az ételek ízét és minőségét, és jó sáfárja volt mindannak, amit mesterségem a házba szerzett. Mindig elismertem az érdemeit. Csak ennyi volt, uram. Az érdemeiről beszéltünk. Más nem kapott tőlem? Csak kikeményített ingbodrokat? Az ingbodraimra vigyázott. Miért nem vigyáztam? Most már én mondom, ne bántsuk egymást. És most már én mondom, csak rajta. Délben, mikor a herceg azt mondta, pártul fogja a fiút. Azt hittem, 2 nap süt az égen, 2. Sírni és dalolni szerettem volna egyszerre, mert azt éreztem, hogy betelt az életem. És én magam is elteltem fényességgel. Rajongó. Anya vagyok, uram, és ön a férjem. Életünk legboldogabb napja virrat ma ránk a kastélyban. És nem volt kivel megosztanom. Nem akarok hallani a hercegről. De én beszélni akarok róla. Kivel beszéljek, ha nem önnel? Megtiltotta Katarinának, hogy beengedjen bárkit is, és magához vette a kapukulcsot. Kisül a szemem. Hát mit gondolnak rólunk Halle lakói? A városban már szétfutott a hír, micsoda kegysugárzott ránk ma délben. Halléban szeretik és tisztelik önt. Szerencsét akartak kívánni mindkettőnknek, és az embereknek vissza kellett fordulniuk a kapunkból. Miért tette ezt? Túl vagyok azon a koron, Dorotea, amikor számadással tartozom bárkinek. Nem vágyom társaságra. Mióta hazajöttünk, itt ül a szobájában, és néz. Mit néz? Azt a rettenetes koponyát, amelytől mindig megborzadok, ha meg kell látnom az asztalán. Kirurgus vagyok, asszonyom. És ezt a gránát színű ruhát azért viseli, mert én nem irtózom a csontoktól. Gondolkozom. Nincs mit gondolkoznia. A herceg mindnyájunknak parancsol. A herceg addig parancsol, ameddig a szolgálatában állok. Ön udvari kirurgus Weissenfelsben. Ma. Uram. Az imént azzal érvelt, hogy anya. Lehet, hogy szívtelen vagyok, mikor megfosztom élete legfényesebb napjának örömétől, és becsukatom a kaput, hogy a csácsogók ne duruzsolhassák tele a fejét mindenféle hiába valósággal. De az anyák szeretetének forróságában sose kételkedtem. Menzel úr, aki megjárta Afrikát, oroszlánt látott szelíden elheverni a kölykei között. S Isten az együgyű madárba is beoltotta az ösztönt, amely a livadékát védi. Pedig az csak egy maroknyi toll, meg rettegés. Az anya rajongása szent. Csak hogy én meg apa vagyok, asszonyom. És az se kisebb rang. Gondolt már erre? Apa. Apa. Nem sokra becsülhet ebben a mi voltomban, ha hihetek a hangjának.
De ugyan mit ért ön a férfiakból, asszonyom? Ha nem értem önt, ön tehet róla. Mikor osztotta meg velem a gondjait? Az örömeimet megosztottam, asszonyom. A gondokkal való birkózás az én feladatom. Akár csak az, hogy elindítsam az életbe a gyermekemet. A herceg lesz a patrónusa. Nem lesz, mert nem engedem. Nevem fogalom Németországnak ezen a vidékén. Akkor is megélünk, ha nem vagyok a Weissenfelsi rezidencia orvosa. Volna szíve útjába állni a gyermekének? Jól van, Dorothea. Vacsorázzék. Uram, 10 éve szolgálok ebben a házban. Mit néz így rám? Szolgálok. Tudja jól, ha nem is súrolom a földet, mint Katarina. Idomítom szegény életemet a szeszélyeihez és az akaratához. Amikor megszerettem, mert valamikor szerettem, Isten a tanú... Felesleges igazolnia. Isten a tanú, hogy boldog voltam és büszke, amikor felajánlotta nekem a kezét. Uram, volt egy idő, amikor úgy szerettem őt. Csak nem úgy, mint most a fiamat. Mire való ez? Sose vett ember számba. Nem törődött velem. Pedig azt hittem, felemel majd magához. Megtanít valamire, amit nem tudok, csak sejtek. Csak megpróbálok megérteni az életből és a világból. Nem tanított meg semmire. Soha. Tönkre megy minden étel. Minden szava, a ki nem mondott gondolata is parancs volt a számomra. Sose kértem számom, miért hagyott meg annak a tudatlan teremtésnek, aki vagyok. Miért nem röpített engem is, mikor önnek szárnya van? Ha magam életéért nem jajdulnék, de a gyermekemet nem hagyom. Ön azt fogja tenni, amit rendelek. Ahogy azt tette 3. éve, tegnap vagy tavaly, bármikor, amióta ismerem. A Weissenfelsi hercegnek készülök ellenállni. Gondolja, hogy megrettent egy asszony szava? Uram, irgalmazzon a gyermekének! Fáradt vagyok, Dorothea, ne beszéltessen feleslegesen. A gyermek nem tanulhat muzsikát. Megszököm a fiúval. Hazahozatom. A herceghez menekülök. Asszonyom, a gyermeknek én vagyok az apja. A jövőjével én rendelkezem. A herceg szuverén, de abban a percben, amelyben kilépek a szolgálatából, nem parancsolhat nekem semmit, és nem tarthatja magánál akaratom ellenére a fiamat. Elég legyen, Dorothea! Ez nehéz nap volt. Egyék és pihenjen. Holnap új reggel virrad, munkás reggel, józan reggel. Hallja? Valamelyik barátja vagy rokona? Amelie húga szokta így tépni a csengőt. Uram! Mondottam, elég volt. Könyörgömnek. A fiú. Megmentem a fiút, öntől is. Jó éjszakát! Georg. Georg. Ki megfáradott, míg én szenvedjettek égi szárnyos út. Ajfű, ajfű, haja puha zöld fű, sárga aranygyűrű, lebukik a nap. Hajfű, hajfű, haja puha zöld fű, sárga aranygyűrű, lebukik a nap. Meddig tanuljak még, gyermek? Miért nem alszol? Nincs álom a szememben, Katarina. Sok fényeset láttál a hercegnél. Azért nincs. Belekápráztál. Nem a fény. Nem a fény, Katarina, a hangszer. Ahogy azon játszani lehetett, az ujjam magától repült rajta.
Menj, gyermek, te még most is a herceg udvarában jársz. Ha hallottad volna, Katarina. Ideje volna már aludnod. Hol a mama? Csatában. Hol? Apád uradat kérleli. Azt kérlelheti. Megmondta még útban hazafelé, hogy nem enged. Katarina, miért nem szeret engem az apám? Jobban az ablakot, olyan füllet van ideben. Mindjárt 8-ra fújnak, jön a postakocsi. Ameli nénéd meg Mateusz kántor úr még mindig nem mentek el a térről. Holnap az egész város rólunk beszél, még krónikába kerülünk. Az úr 1694. esztendejében egy tavaszi estén a Weissenfelsi herceg kirurgusa nem engedte be a látogatókat Hallai otthonába. No, aludj. Mondtam már. Nem sírbakolok itt melletted hajnalig. Miért nem szeret engem az apám? Szeret az. Azért ver össze? Azért nem enged muzsikálni? Bizony azért. Miért hazudol, Katarina? Sose hazudom. Aki hazudik, annak ki kell vágni a nyelvét, mert attól mindenki telik. Márpedig az enyém megvan, mert soha nem hazudok. Az apád szeret téged. És most elég legyen, aludj.
Szegényke. Aj, micsoda egy nap, Istenem. Az anyja a szobájában sírez, meg itt szepeg. Szegény asszony, mennyit remélt valaha, mikor ebbe a házba lépett? Csupa derű, csupa szín, csupa zene volt. Mi tagadás, még az én szívemet is meglágyította. Nem csoda, ha úgy kapott utána a kirurgus, hisz nem lehetett nem szeretni őt. Szerette csak ugyan, vagy csak vonzotta, mint egy különleges pillangó, vagy egy furcsa szép virág. Katarina, itt vagy? Nem hagylak itt, míg el nem alszol, ne félj. Milyen sokára lett meg ez a bogárka? És hogy fiú lett? Az apja igazán ritkán mutatja, mit érez, de akkor nem a földön járt. Az utolsó Handel ágacska, a reménység, a kárpótlás, az ő fia. Bizony itt a bökkenő, az ő fia. Nem akarta látni, hogy az anyjáé inkább, vagy még sokkal inkább istené. Szabad lélek ez, szabad madárka. Miért nem szeret engem az apám, Katarina? Szeret az. Azért ver össze? Aha. Azért nem enged muzsikálni? Bizony azért. Miért hazudol, Katarina? Sose hazudom. Aki hazudik, annak ki kell vágni a nyelvét, mert attól minden kitelik. Ha ilyeneket mondasz, én is megverlek. Te soha. Azt se bírod látni, ha sírok. Bírom én. Még az életet is. Pedig az nagyobb szó. Majd megtudod. Nem tudsz sírni látni, mert te csak ugyan szeretsz. A kirurgus is csak ugyan szeret. Nem igen mutatja. A férfiak nem arra valók, hogy az ilyesmit mutogassák. Senkit se szeret. A mamát sem. Nincs hozzá egy jó szava. Apád urat sebeket metél, elköti az ereket. Oda toppant a halál elé, az meg elijedt tőle, tova suhan. Kemény a keze a simogatásra. Szereti ő anyádat is. Úgy, mint a tüzet. A tüzet? A szép estéri tüzet, ami fénylik, melegít, kunkorog a lángja.
abban költi ki a parazsak madara a tojását. Aludj már. Nem tudok. Az apák másképp szeretik a gyerekeiket. Látom az iskolában. Egyik pajtásod apja sincs annyi idős, mint apád urad. Soll úr ölbe kapja Soll Pétert. Táncol vele, meg labdázik. Gyermek, mit vársz a kirurgustól? Martin mester trombitálni szokott a fiának a tenyeréből, pedig ő se olyan fiatal már. Martin mester a legrészegebb szíjjátó, akit valaha a céhe ismert. Martin mester most is ott támasztja a tér túlsó felén a kék oroszlán oldalát, és virnyékol. Ilyen apát szeretnél? Folyton csak véded, pedig téged se szeret. Bizony, igen. Mint a vizet. Te szexik veled, kiabál. Azért adott neki Isten hangot, hogy használja. És rám hiába kiabál. Én hallom a szavai mögül a hallgatását. Még a herceg is jobban szeret, mint ő. Azt ígérte délben, küldett nekem zongorát. A Weissenfelsi kastélyban állatkert is van. Kölyök rókák. 7 hónapos korukig ezüst gallérkát viselnek. Címeres gallérkát. Jól áll a vörös pofájukhoz. A herceg gazdag és jószívű. Apám uram megtiltotta, hogy zongorázzam. Jól tette. Nem tanultál egy szót sem. Tőled tudom, hogy mióta megszülettem, mindig a muzsikára figyeltem. Te mondtad, hogy még járni se tudtam, de ha oda tartottatok a klavikort fülé, nyomtam a billentyűket és visítottam örömömbe. Attól még tanulhattál volna. Majdnem megölted a kirurgust, mikor kiderült, hogy bukásra állsz mindenből. Azt hittem, belehal. Úgy kiabált. Igen. Olyan furcsa volt, emlékszel még? Azért volt olyan furcsa, mert az a dal, amit játszottam, olyan halk volt, olyan halk. Hol tanultad, fiacskám? Sose hallottam még. Olyan könnyű, megfoghatatlan, mint a pille szárnya. Nem tudom, csak úgy jön magától, az ujjamból. Néha meg az egész fejem tele van vele, aludni sem hagy. Csak nem halt meg valaki. Még nem, asszonyom. De ha nem akarja, hogy én halljak meg időnek előtte dühömben és szégyenemben, szíveskedjék gondoskodni róla, hogy ez a hangszer kikerüljön a nappaliból. Áthallatszik a hangja. Zavarja a munkába? Nem hallatszik át, asszonyom. Csak a hírek hallatszanak el hozzám, de azok aztán felérnek bármely zenével. Még mindig nem értem. Mikor járt utoljára Pretorius úrnál? A tanítónál? Nem, nem.
nem is tudom, nem voltam mostanában. Kisfiam. Kisfiam, hagyd már abba. Hallod, hogy apád urad ideges? Ideges? Milyen egyszerű magyarázatot talál mindenre. Pretorius úr ma megállított a piactéren, és közölte velem, hogy az ön fia alig tud olvasni. Továbbá azt is közölte velem, hogy az ön fia írni is alig tud, számolni is, és egyáltalán alig tud valamit a tananyagból. Pretorius úr régi barátom, családunk érdekeit mindig jóságos figyelemmel kísérte. Most meg kellett érnem, hogy kétségbe vonja, hogy az ön fiából egyáltalán lehet valamit faragni. De kedves uram! A tanító úr csak azt akarta mondani. Nem kérdeztünk. Pretorius úr nem tudta megmagyarázni magának, mi lehet az oka, hogy egy jó képességű, jó családból származó fiú, akit az atya komoly és felelősségteljes pályára szánt, hónapról hónapra hanyatlik. Nos, asszonyom, én tudom az okát. Ezt lesz szíves lezárni és felszállítatni a padlásra, vagy becsukatni a kerti szobába a lovok közé. Apám! Kedves uram, talán korai még. Korai, asszonyom? Meddig várjunk vele? Míg a fiú mindenből megbukik? Én tudom, hogy amióta valamennyi szabad pillanatát a klavírozással tölti, minden össze-vissza megy ebben a házban. És azt is meg kell mondanom, hogy önt se tudom felmenteni a felelősség alól. Engem? Ön a ház békéjéért és előrehaladásáért csak úgy felelős, mint én azért, hogy rendelkezésére bocsássam mindazokat az anyagi eszközöket, amelyek segítségével a ház kényelme biztosítható. Ön elfelejti, asszonyom, hogy nem vagyunk vándormuzsikusok. Családom szigorú polgári erkölcsökben nevelkedett, és ennek köszönhető, hogy engem, aki apai és anyai ágon egyaránt rézmetszők leszármazottja vagyok, ma neves hallei kirurgusként tisztelnek, és a Weissenfelsi herceg udvari orvosa vagyok. De a gyermek... A gyermek nem tanul, asszonyom, hanem zongorázik. És mivel ügyvéd lesz, és iskolai képzettsége ad majd a kezébe kenyeret, nem tűrhetem tovább, hogy felelőtlenségével, és meg kell mondanom, hogy az ön felelőtlenségével is veszélyeztesse a jövőjét. A zongorázást egyszer mindenkorra megtiltom. A gyermek tanuljon, és verje ki a fejéből a muzsikát. Megértette? Meg. Hallottad, fiam? Apám, uram, ha megígérném, ha én egyszer nekidurálom magam, 2 hét alatt én leszek az első tanuló. Nem hiszi el? Jó képességeid vannak. Ebben sose kételkedtem. Ha mindent pótolok, akkor talán nem is kellene... Akkor maradhatna is. Ha mindent pótol, talán nem is kellene elvitetni a klavikordot. Olyan ügyesen eljátszik rajta. Régen sejtettem, asszonyom, hogy ebben a házban ön az a nagy zenebarát, aki a fiút bíztatja. De a szó nem játékszer. Ezt megtanulhatta volna már tőlem. Ha a fiú valóban első tanuló lesz, átjárhat olykor Weissenfelsbe Mateus kántorhoz, a barátomhoz, ahol az én ellenőrzésem mellett játszhatik egy keveset az ő klavikordján. De a zongora nem maradhat a nappali szobánkban. Szíveskedjék a fiúval az írást és az olvasást gyakorolni. Csöngessen Katarinának, és vitesse ki a klavikordot. Apám, ura! Thank you.
estét, jó estét! Mondom. Nem, az a másik. Na, itt a postakocsi, amit úgy vársz minden este. Sok utas jött? Hát honnan lássam még? A kék oroszlán istáló fiúja kiállt a kapu elé. Améli nénédet már nem látom. De Máteusz kántor úr még mindig a kútnál ácsorog. A Martin mester hadonászik. Ugyan kimulatta magát. Tántorog. Martin mester akarhat valami. Martin mester! Jézusom! Mi történt? Oda esett a kerék elébe. A boldogtalan részen. Uram, irgalmaz! Mire vezet a sokbor? Táruljanak kisé! Utat Máteusz kántor úrnak! Arrébb, ha mondom. De egyszer, ha a kegyelmes herceg maga jönne is. Nincs nekem elég bajom, mit rángatja az ember? Csendesen! Máteusz úr a Weisszerfelszi templom kántora. Ne fogják el előne a levegőt. Nem levegő kell ennek, hanem orvos. Ott lakik a kirurgus szemben a sárga szarvashoz címzett házban. A kirurgus nem enged be senkit. Lehet, hogy egy kántort nem ereszt be, de engem igencsak, ha vérzően befiszek. Felnyitotta a szemét! Bátorság! Nincsak! Hisz lépést tud, ha támogatják. Hát most már csak megél. De az a csúnya seb az orcáján. Segítsen valaki! Majd a kirurgus bekötözi. Majd én segítek. Isten néha furcsa módot választ ki arra, hogy megnyisson egy bezárt kaput. Süket? Mi van magával? Egész nem megsüketült? Ugye azt a kulcsot nem hallja, hogy tépik a csengőt. Mindjárt berúgják a kaput. Nem hallja, kirúgó! Ide azt a kulcsot, ha mondom! Hogy beszélsz velem, Katarina? Hova tette a kulcsot? Kinyitok! Menjünk be! Magam akarok lenni. Martin mester alátántorgott a postakocsi kerekének, nem érti? Nem kár érte. Halle szégyene. Az, akit a kapujához támogattak, az immár nem Halle szégyene, hanem egy sebesült ember. Ej, hát megveszett máma. Vigyázz a szádra, Katarina! Valaki, bocsásson be! Martin mestert hozzuk! Beteg van odakin, nem hallja? Megesküdött, hogy mindenkit ellát, aki a mesterségére szorul. Minden szavát meg szokta tartani. Azért szorul ma este mindenki ebben a házban. Martin mesterről beszélsz, vagy a fiamról? Jaj, mit fecsérli a szót? Hol az a kulcs? Mindjárt vége! Beteget hoztunk! Nyissák ki! Itt a kulcs. Nyiss ajtót! Na végre. Na, óvatosan! Nagy tekintetű kirurgus úr! Jó estét, Georg! Jó estét, Mateusz barátom. Tálat fóját, Katarina. Hányszor próbáltam ma bejutni a házadba? Fáj? Bizony. Nem ugyan kellemes. Pedig semmiség. Áldja Istenét, hogy így esett.
hinni, aztán veszekedett. Ne vétkezzék. Ön se vétkezzék többi az itallal, Martin mester. Legközelebb nem lesz ilyen szerencsés. Megmondta már nem egyszer, mi vége lesz, ha nem tud parancsolni az inyének. Való igaz, megmondta. Csak hát a bor, uram, a bor. Az a jó kis borocska. Aj, bejeles éjjelen is találkoztunk először. Emlékszik még? Akkor hallottam... Ne fecséreljük feleslegesen a szót. A Timsót, Katarina. Segítséget. Megvan veszve máma ez az ember. Nem mondom, Martin mester is jó firma. Nem megy le nap anélkül, hogy le ne szopja magát valamelyik csapszékben. De hát máskülönben jó ember az Isten adta. Hát meg jó mester is. Csak épp a pénz nem tud a zsebében megmelegedni. Mindjárt nyakára hág. Szépen néz ki a képe, mondhatom. Meg jó, hogy Mateusz kántor meg a kocsis betámogatták. Az a szegény Mateusz is már órákat állt a kapuban, hogy bebocsássa, pedig jó barátja. De őt se akarja meghallgatni, amilyen megáltalkodott. Katarina, csipeszt! Magasabbra azt a lámpát! Magasabbra! Úgy. Jó. Valami van a sebben. Mateusz, ha már ide hoztad, lefognád? Természetesen. Na, nyugalom, nyugalom, Martin mester, nyugalom. Na, megvan. A Timsót, Katarina, az összehúzza. Azután a pólyát. Jaj, csíp! Hagyj azt a Timsót! Vétek, hogy így kínos, doktor? Ne ficcánkoljon! Mindjárt megvagyok! Járhatott volna rosszabbul is. Jöhet a kötszer, Katarina. Aztán maga se vétkezzék többi az itallal, Martin mester. Legközelebb nem lesz ilyen szerencsés. Megmondta már nem egyszer, mi vége lesz, ha nem tud parancsolni az ínyének. Való igaz, megmondta. Csak hát a bor, uram, a bor. Bejeles éjjelen is találkoztunk először. Emlékszik még? Jó szakát, kirurgus úr. Jó szakát. Micsoda eső. Martin mester, ilyennek is kell lennie. A föld igen kívánta már a nedvességet. Bezzeg a kirurgus úr nem kívánta. Úgy csorog a köpönyege, mint az eresz. Oda az a kifacsarhatja, aztán adhat be saját magának.
medicína. Engedelmével sietnék. Betegnél jártam estevéd óta. Az pedig régen volt. A kék oroszlánban már zárnak. Nem is akarnak inni adni. Jó lesz odébb kerülni egy házzal. Iparkodjék haza. Halle város polgárai korán fekvők. Valamelyik érdemes tanácstag még zokon veszi, hogy ilyen sokáig elidőzött az ital mellett. Bánom is én. Táncolni volna kedvem leginkább. Csak hogy errefele nincs már zene ilyenkor. Még csak az kellene. Megzavarni a tisztes város nyugalmát. Ugyan már. Mi az a kis muzsika? Annak mindenki csak örül. Zene szóval már sokakat csaltak rossz útra. Nincsen vidámítóbb, mint a muzsika. Az ember hallgatja. Fogja a kupát, húz egyet. Martin mester, megázunk. És menten azt hiszi, kinyílik a mennyország. Engedj el a köpenyemet. Igenis, hogy elengedem. Utálat még csak fogni is, csupa víz. Meg kellene szárítkozni. Aj, micsoda áldott tűz ég ilyenkor a bagolyban. Tudja, kirurgus úr, hol a bagoly? A Ferences sikátorban. Az én betegeim nem laknak Lebuj környékén. Azt se tudom, Martin mesternek mi keresni valója lehet arrafelé. A bagoly nem kocsma, kétes egyének gyülekező helye. Na bizony, mintha nem halt volna meg mindannyiunkért az édes Jézus. Tolvajnak is kell lennie. Különben hogy tűnik ki a becsületes ember? Jó éjszakát! Ne hagyjon már itt! Tudja, milyen muzsikálás megy ilyenkor a bagolyban? Ha még egyszer születnék, Pikulás lennék. Az én. Ma itt, holnap ott. Nem firtatják, mit csinál, mennyit iszik. Még fizetnek is neki. Hol bor, hol serital. Szép pálya, mondhatom. Az bizony. Csodaszép. Tegnap annak a félszeműnek teliszórták a süvegét garassal. Úgy fúlta, mint a madár. Büszke lehet rá a családja. Van is a muzsikusnak családja. Sodródik az, mint a falevél. Na, eljön velem. Ne legyen már mindig olyan savanyú. Ha táncolunk, kimelegszünk. Csendet, Martin mester! Én már lassan itthon is vagyok. Váltson majd lábbelit, ha hazaér, és még nem fekszik le. Dehogy megyek én haza. Érdekes. Sose tudtam, hogy a sarkon túl odaáttal még kocsma van. Jöjjön, kirurgus úr, igyék egyet az egészségünkre. Ugyan kérem, hogy volna itt kocsma? Tisztességes polgárok lakóházai állnak itt. Emez itten éppen az enyém. A kirurgus úré? Bizony az. Ejben egy selma a kirurgus úr. A szegény embert hazaküldené, neki meg vendége van, aztán csak magában akar mulatozni. Sose tudtam, hogy éjszaka muzsikáltat magán. Vendégem? Az hát. Hát csak nem akarja letagadni. Miért nem hívja meg a szegény szíjártót is? A kirurgus úr hallhat elég muzsikát Weissenfelsben. Hallgasson már! Menjen már innen! Hogy ne? Ki a zivatarba? Ideben meg zenélnek. Hát hiszen gyertya is ég. Ide látni. Aztán még engem oktatgat a korán fekvésről. A kerti szoba! Magam is annak nézem. Ottan vannak a vendégek. Ó, hosszú tűrő égi haragosság! Fia! Apám, uram. Fiúcska bizony. Kékruhás fiúcska. Jó estét, kisfiú. Martin mester, jó éjszakát. A kaput nyitva hagytam. Kitalál? Nem akarok én kitalálni. Igen jól érzem magam itt. Muzsikálj, kislegény. Katarina! Apám, uram. Jövök már. Valami baj van? Katarina! Katarina! Sikerült felvernie a feleségemet. Csak nincs valami baj a gyerekkel? Nincsen. Maradjon az asszonság. Jövök már. Martin mester távozni akar.
Nem akarok én távozni. Adja a kezét. Így, né. Jöjjön szépen. Ez értenek. A beteget a sírba kezeli. Az egészséges meg mehet ki az áporesébe. Uram, mi ez a zaj? Ezt én kérdezem öntől, Dorotea. Úgy látom, még nem alszik. Szokatlan fenn lennie ilyenkor. Későre jár. Apám, uram. Nyilván a házi hangversenyt hallgatta. Gyakran muzsikálgatnak így, mikor én a betegeimet járom. Uram, ebben a házban nem volt zene, mióta megtiltotta. Ma sem? Ma este azzal álltam fel a vacsorától, hogy Römer úr mellett virrasztok hajnalig. Így volt, fiú? Így. Nem vártatok, ugye? Nem. Römer úr elhunyt békességben. Nem volt miért virrasztanom tovább. Isten nyugoszta haja szegényt. A részeget kitettem. Küldjünk egy imát az elköltözött után, aztán tegyük el magunkat holnapra. Az asszonyság csak így, éjjeli ruhában. A gyermek is álmos lehet már. Mit keresel te itt egyáltalán, éjnek évadján? A muzsikát, Katarina. A szép, boldogságot adó, életvidámító muzsikát, aminek a kedvéért megszégyenítette az apját, egy részeges senkiházi előtt feltörte a szoba ajtaját, betörővé vált, hitvány betörővé. Ami miatt most meg fogom verni. Nem törtem fel. Nyitva volt az ajtó. Uram, ne verje meg! Úgy játszott idelen. Én nem is tudom, hogy játszott. Mintha nem a földről jöttek volna a hangok. Már aludtam, amikor felneszeltem rá. A hangok aláhúzták a szobába a holdat, a fellegeket. Kíméljen meg az áradozásaitól, asszonyom. Kétszer verem meg a fiát. Először azért, hogy megtanulja, engedelmeskednie kell az apjának. Másodszor amiatt a hazugság miatt, hogy az ajtó nem volt becsukva. Nyitva volt, nyitva volt. Te hazug! Te hazug kis muzsikus! Menj a bagolyba! Vidd a süvegedet! Lódulj a vásáros nép után! Hadd góráljanak meg garassal! Hitvány! Ugyan mivel nyitotta ki? Tán ráolvasott a kilincsre? Mert a zár, látom, sértetlen. Aztán csak egyetlen egy kulcs van hozzá. Azt meg a kirurgus őrzi a fiókjában odafent. Felfutok, megnézem, fenn van-e. A kulcsot a fiókból ki is lehet lopni? Vissza is lehet tenni? Ne fáradj, Katarina! Ha nem törte fel az ajtót, akkor kölcsönvette a kulcsot. Ugyanaz! Nem is tudtam, hol a kulcs. Nyitva volt az ajtó. Na látja, hogy nem nyúlt hozzá. Nem hazudik az. Múlja hozzá. Sosem hazudik, uram. Tudja, hogy nem hazudik, sosem. Ki nyitotta ki ezt az ajtót? Tán a szellemek. Sötét éjszaka van. Vihar is. Hallja, hogy dörög. Ilyenkor nagy a gonosz hatalma. Aztán magától is felpattan a kilincs. Oldhatatlan, tömör magányosság. Itt állok otthonomban. Árvábban, mintha nem volna senkim. Árvábban, mint a családtalanok. Ön, asszonyom, elandalodik azon, ami engem feldúl. Kétségbejt. A fiam ellenszegül a parancsomnak, és te, Katarina, aki nem hiszel sem angyalban, sem ördögben, csak a magad makacs szemének, kísértetről locsogsz, szellemekről. Volt ember még ennyire elhagyatott, mint én. Fiú, oly távol érezlek magamtól ebben a percben, hogy nem tudlak megvenni. Idegeneket nem érint meg az ember. Feküdjék le, asszonyom. Feküdjék le mindenki. A klavikordot eladjuk. Az én klavikordomat? Az önét. Ha így számon tartja, ki mit hozott a házhoz. Tudsz sírni is. Vannak emberi indulataid? Ezt a hitvány hangszert megsiratod? Ha az imént elpusztulok szégyenemben, ejtettél volna egy könnyet utánam? Feküdjenek már. Azt hiszi, egészséges itt állni ebben a hidegben? Aztán meg a kenyér. Hogy lesz holnapra kenyér? Minden tővel hegyel a konyhában. Éppen dagasztom. Uram, a klavikord... Feküdjék, és egy szót se halljak a hangszerről. Te is indulj, kis tolvaj, aki megloptad az apád bizalmát. Hagyd itt ezt a rejtélyesen kitárult ajtót. Talán itt járt valaki a bagolybeli pikulások közül.
Kitárta neked. Ja, hagyja már azt a baglyót. Nagy szél fut. Kinyílott az az ár. Na, itt vagyok már. Minden rendben van. A részegekre valami külön hatalom vigyáz. Rám te vigyázol. Van is nekem arra időm? Van neked mindenre. Még arra is, hogy éjjel kinyiss egy zárat. Mi vagyok én? Betörő? Te nyitottad ki 2 évvel ezelőtt a kerti szoba ajtaját, ahová a klavikordot becsukták. Láttad a konyhából, hogy minden este bőgve próbálgatom a kilincset. Hát egyszer kinyitottad. Én? Bizonyám. Vittem a gyertyát, mint másszor. Oda világítottam az ajtóra, mert sötét volt az udvar, esőre állt. A kilincs egy kis halban végződik. Ott volt a liszt a hal pikkelyei között. Jaj, mit zagyválsz itt össze-vissza? Én mindig tudtam, hogy te nyitottad ki a kerti szobát, mert lisztesek voltak a pikkelyek. Sajnáltál, hogy hiába feszegetem azt az ajtót, nem férek a klavikordhoz. Éppen én kószálok éjjel a kertben. Dagasztottál akkor éjszaka. Előbb a konyhába estem be. Énekelt és kapartad össze a tésztamaradékot a teknőfenekéről. Lisztes volt a kilincs. Te nyitottad fel a zárat, hogy zongorázni tudjak. Miért tagadod? Nem akarod, hogy tudjam, hogy szeretsz? Nem is szeretlek. Mindig összetéped a nadrágodat. Szeretsz. Én is iszonyúan szeretlek. Mikor Weissenfelsbe vitt a kocsi, kinéztem neked egy kendőt. Egy vándorárus ballagott előttünk az úton, láda volt a hátán, a ládában mindenféle pántlika, meg egy rózsás kendő. Azt szántam neked. Ah, rózsás kendő. Való is az az én vén fejemre. Aztán mikor veszed meg? Délben még azt hittem, hamar. Krieger úr, az udvari karmester azt mondta, annyit fogok keresni, hogy megvehetem Weissenfelst mindenestül. Isten néha furcsa módot választ ki arra, hogy megnyisson egy bezárt kaput, barátom. Martin mester sebesülése kellett hozzá, hogy beengedj, hogy végre beszélhessek veled. A gyermek... Ha a fiú annyit fog keresni, hogy megveheti Weissenfelst mindenestül, és Hallét mindenestül, és Brandenburgot is mindenestül, akkor sem lesz muzsikus. Hogy mersz erről beszélni újra? Ha te nem vagy, sose történik velünk ez a szerencsétlenség. Honnan tudod? Csak eszközök vagyunk az úr kezében. Arra kértelek, segíts. Te meg elárultál. Ne keverd bele Istent a mi dolgunkba. Most nem vagy a templomodban. Miért vádolsz engem? Valahányszor Weissenfelsbe hívott a munkád, magaddal hoztad a gyermeket, és nálam hagytad, hogy tanítsam őt alázatosságra és engedelmességre, és mindenre, amit én tudok. Mindenre megtanítottam, ami együgyű képességeimtől tellett. Orgonálni is. Magától tudta. Mikor először mellé ült és játszani kezdett, láttam, angyal vezeti az ujjait. Ki merte volna visszafogni? Eltagadtad előttem, hogy nálad muzsikál. Sose kérdezted, mivel töltjük az időt, míg te a kastély betegeit járod. Azt hittem, olyat cselekedtek, ami Istennek, embernek tetszik. Bizony, bizony azt cselekedtük. Majd megtudod egyszer. Azért mondom, hogy elárultál. Azért mondom, Isten árult el, nem én. Isten súgta neked, hogy ne kergesd el, amikor ma Isten tisztelet közben utánad szökött a kórusra? Ő mondta, hogy engedd játszani magad helyett? A félelem. Már nem emlékszel? Micsoda jeles nap, Dorotea asszony. Micsoda ragyogó vasárnap. Igazi tavasz. Ennek leginkább a magamfajta véncsontok örülnek. Kitalálhatnál már, Georg, valami jószert az ellen, hogy fájnak és merevek az ujjaim. Mihelyt valaki kitalálja, hogy lesz a 70 évesekből ismét ifjú férfi. Kínoz a csúsz. Ilyenkor legkivált, amikor hirtelen meglágyul az idő. Olyan merev 3 ujjam, hogy alig tudom hajlítani.
Ideje lesz átadnom a helyemet valaki fiatalabbnak. De az ilyen vénközvényesnek nincs már helye az orgonánál. Jön a jó meleg, majd megjavul. Majd megjavul, mester. Csak legalább ne volna olyan izgalmas nap ez a mai. A kegyelmes herceg üzent, hogy a hercegnével együtt részt vesz az istentiszteleten. Milyen szégyen, ha valami baj történnék az orgonánál. A herceg nagy zenebarát, a hercegné meg igazi zeneértő. Ideje lesz elfoglalni a helyünket. Látom a herceg kocsiját. Milyen szép ruhája van a hercegnőnek. Krieger úr kíséri őket, az udvari karmester. Na, jöjjön. Illetlenség utánuk bemenni a templomba. Gyerünk, fiam, iparkodj. Legfőbb ideje nekem is. Hova tűnt a fiú? Az imént még itt ült előtte. Csak nem szökött fel Mateushoz, mint a múltkor. Csak nem lábatlankodik az orgonánál. Baj van, mester? Meghallottad odalentről? Szívolcisz helyett. Remélem, Krieger úr nem figyel. Te, Georg, megeshetik, hogy nem tudom végigjátszani. Ezt a korát háromszor is átvettük a múltkor. Mondd csak, mered vállalni, hogy átcsúszol a helyemre, és tovább orgonálsz? Ha mester meri... Apád meg ne tudja. Nagyon fáj. Jó, csúszik odébb. Kegyelmes herceg. Hallom, udvari karmester úr. Lám, lám, az öreg Mateusz. Ide néznek. Ki hitte volna? Ne hagyja elfelejtenem, hogy megdicsérjem a játékát. Engedelmével ez nem az öreg úr játéka. Nagyon rossz példát mutatunk. Pedig a játék valóban gyönyörű. Mintha szárnya volna minden hangnak. Egyébként ez már nem is a korál. Valaki improvizál, de ki? Engedelmével felmegyek a kórusra, és megtudom. Udvari karmester úr, alázatosan bocsánat értesedezem. Az öregség, az elnyomorodott kezem. Ki ez a gyermek? Esedezem. Ha ezzel magamra vontam a kegyelmes herceg neheztelését, ha... Ki ez a fiú? Alázatosan bocsánatot... Ugyan, mester, ki akarja bántani? Hajlandó végre megmondani, ki ez a rendkívüli kis fiú itt a maga helyén? Az udvari kirurgus fia, Georg Friedrich Händel.
hoztam neked egy kendőt, azt mondja. Mikor Vejszem felszbe vitt a kocsi, egy vándoráros ballagott előttünk az úton, láda volt a hátán, a ládában mindenféle pántika, meg egy rózsás kendő. Azt szántam neked. Hogy a herceghez kocsikázva éppen rám gondolt. Jaj, hogy tud hízelegni a kis komisz? Rózsás kendőt nekem, gyermek. De hogy veszelt a kendőt nekem? Inkább arra vigyázz, apádat fel ne bőszítsd. Mátéusz kántor jót akar, de csodálnám, ha megingathatná a kirurgus kunok akaratát. Hiába csorgott órákat a kapu előtt, hiába próbál közben járni, meg nem puhítja. Nem hagyja ő a fiút a maga útján járni. Ó, uram, el ne hagyj. És könyörülj mindkettőjükön, apán is, fián is. Ó, uram, el ne hagyj minket. Nem igen lesz semmi a kendőből, pedig Kréger úr igazán sok pénzről beszélt. Apám uram csak hallgatott, Mateusz mester folyton az orrát fújta, úgy meg volt illetődve, mert a hercegné megdicsérte, hogy milyen jól megtanított mindenre. Minket meghívtak ebédre a kastélyba. Vágott a kék ruhám. Hányan ebédeltetek? 10. A hercegék, Kréger úr, mi hárman, a nagy tiszteletű úr, 2 hölgy, meg 1 úr. Én Kréger úr mellett ültem. Ha vége lesz az ebédnek, játszanod kell. Nem vagy izgatott? Nem, udvari karmester úr. Játszani az semmi. Az iskolában néha izgatott vagyok, de ott sem mindig. De most a hercegnének fogsz játszani, aki nagyon ért a zenéhez. Az jó, ha ért. Mióta nincsen otthon klavikordunk, Ameli nagynénémhez szöktem el néha játszani. Ismeri az udvari karmester úr Ameli nagynénémet? Sajnos nincs szerencsém. Torn kádármester felesége Halléban. Ott a műhelyük a Sárkányos kútnál. Hát neki aztán nem könnyű játszani. Mindig nevet, meg beszél közben. És időnként valami dug a számba. Birsalmas sajtot vagy diót. Egyszer meg is fésült, még zongoráztam. Kiköptem a diót, ezért nagyon haragudott. Az udvari karmester úr tudna úgy játszani, hogy közben diót dugnak a szájába. Teremtőm, de hogy. Látom, a kisfiú megbarátkozott önnel, udvari karmester úr. Akkor, ha nincs ellenükre, miután végére értünk az étkezésnek, a nagy tiszteletű úr imája után átismehetnénk a zeneterembe. Jaj. Kegyelmes hercegné, nem akarnék rendkívüli jóságáért hálátlansággal fizetni. Már ez a meghívás is meg nem érdemelt kitüntetés. Éppen ezért meg kell mondanom, hogy a fiam járatlan a zenében. Amit tud, akaratom ellenére, szinte magától sajátította el. Nem tehetjük próbára a türelmüket. Ne szerénykedjék, udvari kirurgus úr. És a döntést bízza csak a hercegnére. Nagy tiszteletű Vincentius úr. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Amen. Nem akarom, hogy játszik. Nem akarom, hogy hozzáérjen a billentyűköz. Csináljon valamit, akadályozza meg. Súgja a fülébe, hogy megcsítom. Uram, a hercegné áll mellette. Nem akarom, hogy játszik. Színlelje, hogy rosszul van. Mondja, hogy szédül, csináljon valamit. Akármit, Dorotea. Később, uram. A széket fejebb lehet csavarni, kis Handel, ha nem kényelmes az ülés. Kényelmes. Kegyelmes hercegné. Nincs lámpaláza. Mit fogsz játszani, fiú? Amit parancsolnak. Kottából? Tudsz anélkül is? Persze, leginkább úgy szeretek. Fiam, ha meg szabad szólalnom ezen a magas helyen, ha nem kottából játszol, honnan tanultad? Nem tanultam, apám uram. Kitalálom. Hallgassa csak. Légy vele, Istenem.
Isten áldott a tehetség. Édes uram, egyszer sem nézett semmiféle kutatót. Hallgasson, életem legszomorúbb napja ez. Legszebb terveim kudarca. Abba hagyhatod, fiam. Udvari kirurgus úr, Hendelné asszony, boldog vagyok, hogy életük legboldogabb napját, legszebb tervük teljesülését éppen Weissenfelsben érték meg, ebben a palotában, ahol ön, udvari kirurgus úr, már régóta mindannyiunk által nagyra becsült tevékenységet fejt ki. Boldog vagyok, hogy tanulja lehettem, milyen gyermekkel áldotta meg Frigyüket az ég. A fiúkból olyan zenész lesz, amilyen nagy eddig még nem született Németországban. Kísérje útját áldás és óvó szeretet. Ez a kitüntető vélemény. Zenésznek kell őt kiképeztetni ők. Én ügyvédnek szántam őt. Udvari kirurgus úr, az ön fia lángész. Zenésznek kell kiképeztetnie. Fenség. Nincs több gyermekem, csak ez az egy. A többit eltemettem. Azt hittem, unokát adnak a házamnak. Látom őket mosolyogni, ifjúnak, aztán sírni az én halálos ágyam mellett. Elvesztettem mindet. A Pest is lett a házas felük. A bagoly béliek sorsára engedjem ezt az egyet is, aki megmaradt örömömre. A bagoly béliek? Rossz hírű Hallé kocsma, fenség. Udvari kirurgus úr, mindig furcsálódtam, hogy nem él azzal a lehetőséggel, amelyet állása megenged, és nem látogatja a Weissenfelsi kastély zeneestjeit, nem nézi operánkat, táncjátékainkat, nem hallgatja énekeseink énekét. Muzsikusaink nem a kockázó hírhettek címborái, de megbecsült polgárok körünkben. Fiában házi zenészeinknél nagyobb tehetséget gyanítok. Hagyja útjára, hadd élhessen annak, ami élteti, a zenének. Élhessen a zenének. Mindig meg akartam mondani neked, mióta ismerem a fiút. Ezért átsorogtál ma is egész délután a kútnál, és tépted a csengőmet? Hát nem ismersz? Ismerlek. Erős vagy és kemény. Nem látsz mást, csak a magad célját. Annak az érdekében aztán nem kímélsz senkit. Igaz, hogy saját magadat sem. 22 éves fejjel eladtad magad, mint egy cédanőszemély. Megtiltom, Mateusz! Eladtad magad, mint egy cédanőszemély. Mestered a seborvos vén özvegyének. Elvetted műhelyestül, pénzestül. Behuntad a szemedet, ha ölelted. És a csúcsra gondoltál, amelyre emelkedni áhítottál. Meg az utódaidra. Te muzsikáló szent! Mit tudsz te a világ dolgairól? Azért én is tudok valamit. Hiába ölelted szerelem nélkül az anyjukat, mind elvesztetted, akik miatt iparkodtál. Sorra haltak a gyermekeid. Hallgass! Ez fáj, ugye? Előbb az orvos fiad, a szemed fénye, aztán a többi. Kemény vagy és erős, csak hogy Isten erősebb és keményebb nálad, és néha üzen. Így üzen! Ahogy akar. Néha orgona szóval. Muzsikáló együgyű kántorral, a maga módján.
Add a kezedet, Mateusz. Indulatos voltam. Ne haragudj rám, fáradt vagyok. És lásd, én sem maradtam azért fiatal. Te közel állsz a herceghez, és Krieger urat is jól ismered. Holnap, ha visszatérsz Weissenfelsbe, kérd meg nevemben a herceget, hogy mentsen fel a tisztségem alul. Ezt határoztad? Ezt. Mindig tudtam, hogy ez a gyermek a mindened. Kárpótlás a többiért, akit elvesztettél. De sose hittem, hogy ennyire szereted. Mateusz, együtt tanultuk valaha a betűvetést. Ismerted az apámat is, nagyapámat is. Ismertél engem. Egész életemben az volt a vágyam, hogy kinőjek a rézmetsző műhelyből, s udvari kirurgus legyek én is. Amit mondtál, igaz? Semmi sem volt drága ár azért, hogy elérjem. Most odaadom, mert van valami, ami még fontosabb a számomra. Ez a fiú. Ez a fiú? Nagyapám a földet érte az orrával, mikor megszólították, olyan mélyet hajolt, apám valamivel kevésbé mélyet, nekem előre köszönnek Halle polgárai. Gyűlölöm a hajlongást. A fiú ügyvéd lesz, vagy bíró. Ki hozza az ártatlant a börtönből, vagy bezárja az emberi dúvadat, védi a jogot és a rendet? Majomnak nem adom. Lakáinak nem adom. Hajlongani nem adom. Félted a muzsikától? Féltem az udvartól. Mindenféle udvartól, nem csak ettől. Féltem a színészektől, az operistáktól, a táncosoktól, a csepürágóktól, minden muzsikus lakály. Nem engedem szolgának. Isten nem tréfál. Majd meglátod. Ha Isten szánta szolgának, neki is ellenállok. Honnan tudod, hogy minek szánta? Hát, ha fejedelemnek. Na jó. Elmegyek lassacskán. Itt állattál a házad előtt egész délután. Érzi a vén lábam. Amit a herceggel végezni akarsz, intézd el személyesen. Ne haragudj, hogy megzavartam a nyugalmadat. Haragszol, Mateusz? Szánlak. Szánsz? Mert meg akarom menteni a fiamat a szolgaságtól. Szállak, mert olyan valakit nemzettél, aki nagyobb úr lesz, mint a Weissenfelsi herceg, és neked fogalmat sincs róla. Fogalmat sincs. Hús és kenyér. Itt a te is. Hideg, ahogy szereti. Nem kívánok semmit, Katarina. Ehetnék pedig erre a nagy győzelemre. Kiengedtem a vénembert, csupa könyv volt a szeme. Úgy megtisztelte. Az asszonyság a szobájában sír, a fiú meg forgolódik az ágyában. Máskor olyan hamar elalszik, mint a kisdedek. Altasd el! Ha tudnám! Csak hogy nagyobb dajkája van, mint én. A hangot hallgatja, ami a fülébe beszél. A hangot? Bizonyám. A kirurgus még sose hallotta a hangot, ami az ember fülébe beszél. Nem. Ugyan. Pedig valami csak küldhette az útjára, hogy mindig olyan jól tudja, merre menjen. Minden ember tudja. Te is tudtad. Való igaz. Apja ura, a rézmetsző, váltig unszolt, menjek feleségül a bognárhoz. A hang azt mondta, nem. Apja ura, istenkedett, menjek feleségül a pékhez. Nem, ezt mondta a hang. Azt is megsúgta, kihez kellene mennem voltaképpen. De hát hiába.
A hang már ilyen. Miért mondod ezt nekem? És miért éppen ma? Miért éppen ma? Mert most jött el az ideje. Engem meg kell hallgatnia. Irtózatosak vagytok valamennyien. Az asszonyság, vagy a kántor úr, vagy a herceg, vagy tán én. Nem igen vagyok én irtózatos, csak öreg. Egy esztendőben születtünk, csak a kirurgus odafenn az emeleten, a mesterni ágyában, én meg a pincében, a szalmán, de azért együtt cseperedtünk fel, és együtt voltunk fiatalok. Régen volt, Katarina. Régen. De azért emlékszem rá. Mindenre emlékszem. Mire van neked emlékezned? Ha semmire. Arra, ami nem volt, mert lehetetlen volt. De ami semmivel se volt, kevésbé fájdalmas vagy szépséges. Mintha csak ugyan lett volna. Nem mindegy már. Ma nem. Ma minden visszatér. Első kirurgusné asszonyom. A halszájával és merev szemével. Gyűlölsz. Hogy vezette őt az óránál fogva, boldog Isten? Úgy halt meg a szerencsétlen, hogy azt képzelte, szereti. Adott, s fizettem. Gyűlölsz? És a gyerekek? A legidősebb? Akkor még tudtam nevetni is. Ha lefutott hozzám a konyhába, azt hittem, a kirurgus jön meg itt. Fiatalon. Aj, drága lelkem. Itt térdepelt ebben a szobában, itt sírt szegény, ne kényszerítse orvosnak, irtózik a vértől, de ráparancsolt, s az történt, amit kívánt. Gyűlölsz? Nem fájt a szíve, mikor látta meghalni valamennyit. Míg élt, egyik sem élte a maga kis életét, a kirurgus életét élte valamennyi. Nem volt még elég. És a második kirurgusné asszony? Ez a kedves, ez a szép, aki mi nálunk már elfelejtett mosolyogni és dalolni, mert annyira fél. Jár kél azzal a halk kis járásával, s körbeleskel, mint a madár, nem csap-e zajt. Ez ám a csendes ház. Gyűlölsz? Uram, én szolgának születtem, és szolgaként halok meg. Szennyben turkálok, míg eltávolítom az útjukból a ház szemetjét. De szabadabb voltam életemben, mint a hallai kirurgus, mert senkinek sem mondtam, hogy szeretem, hanem szerettem. És senkinek sem öltem meg az életét és az akaratát. A fiam senkinek se fogja mondani, hogy szereti, hanem szereti. És nem fog meggyilkolt vágyakon gázolni a célja felé, mert szabad lesz. Amilyennek te állítod magad, Katarina. Szabad, mert én úgy akarom. A gyermek rab lesz, mert nem teljesülhet a vágya. Hívja a hang, nem érti? Nem. Én csak a sebeket értem, a vért, a csontot, az izmokat. Mateus Istent emlegeti, te valami hangot. Az anyja sír, és a Weissenfelsi herceg nevet. Mit támadtok valamennyien ellenem? Beszélt már a gyermekkel. 9 esztendős. 9 évesekkel nem tárgyalok. Apja, az öreg rézmetsző tárgyalt. Vitte le a kirurgus gyerekkorában a műhelybe, hogy kapassa a mesterségre. Kegyelmed odavágta elébe a mintákat, és ordított, hogy ha megöli, sem lesz inasa. Öreg mester arca olyan lett, mint a gyolcs. Rólam beszélsz, meg az apámról? Bízig az. Én a kezemet tördeltem a kuckóban, hogy mi lesz. És mi lett? Apja ura nem volt udvari se orvos, semmiféle hercegnél. Könyvet se sokat forgatott. És azt hiszem, félt volna ettől a koponyától itten. De apja ura azt mondta, egy élete van a fiának, hát lenyelte a csalódását, és kiküldte a kirurgust a műhelyből. Azt hiszed, én kevésbé szeretem a fiamat? Én tudom, hogy nem.
Csak aztán a gyermek, tudja-e? Ostoba! A gyermek azt kérdezte tőlem az imént. Katarina, miért nem szeret engem az apám? Becsukom az ablakot, majd zárjon le éjszakára. Csak járjon be mindent, ahogy szokta. Hát, ha hanyagok voltunk. Jó éjszakát. Katarina, te mégiscsak gyűlölsz engem. Isten adjon a kirurgusnak sok ilyen ellenséget. Az apát megbüntetted már keménységért százszorosan. Hányat veszítsem még el? Ez az utolsó gyermeke, az utolsó reménye. Ne engedd, hogy megátalkodottsága miatt elveszítse ezt is. Ne hagyd, hogy összetörje ezt a gyönge vesszőcskét, hogy elpusztítsa vasakaratával, ami benne a te vagy. Mutasd ki utat. Hogy béke legyen végre ebben a házban. Béke, szeretet és öröm. Uram, adj erőt. A gyermek azt kérdezte tőlem az imént. Katarina, miért nem szeret engem az apám? Majd zárjon le éjszakára. Csak járjon be mindent, ahogy szokta. Hát, ha hanyagok voltunk. Jó éjszakát. Katarina, te mégiscsak gyűlölsz engem. Isten adjon a kirurgusnak sok ilyen ellenséget. Még gúnyolódik. Csak járjon végig a házat, mint rendesen. Mintha a rend, a szokás, vagy a megfontoltság is bűn lenne. Szégyelni való kicsinyesség. Isten, micsoda nap. A kék oroszlán ablakaira rácsukták a fatáblákat. A lovakat bevitték az istállóba, oda bent hozzák az estevédet. Későbe jár. Ilyenkor megpihen az úton járó. Pihenni. Nem is volna rossz.
Elindul az utas, bőg, hadonászik, ételt követel. Aztán egyszer csak kikerül a pólyából, lábra áll. Először fogják a kezét, kísérik, valaki mellé áll, lépeget vele. Aztán elmarad mögötte, más áll a helyébe. Az ember csak megy, szegény utas. 70 esztendő. Micsoda út. Jó volna betenni a fatáblákat és elfújni a gyertyát. Feküdjünk. Ma csak mára. Egyszer aztán örökre. Jó éjszakát, te fej, amely annyit gondolkoztál. Jó éjszakát, derék, amely úgy gyűlölöd a hajlongást. Jó éjszakát, láb, amely ebben az órában minden áldott este megteszed ugyanezt az utat. A gazda végigjárja házát, rátolja a kapura a reteszt, mert a szolgálók feledékenyek. Miért mondom én, hogy a szolgálók feledékenyek? Katarina nem felejt el semmit. Semmit. A tüzet eloltották, ahogy parancsoltam. Helyes. Mindig, mindenkor tudtam, mit kell tennem. A hang, azt mondta Katarina. Buta beszéd. Az ész, amely parancsol. A meggondolás. Dorotea szobája hallgat. Jó éjszakát, Dorotea. Ugyan mit gondolsz ilyenkor? Más volt a paplakban, ahonnan elhoztalak. Mennyi virágot ültettél valaha, csupa fehér virágot, és úgy kacagtál, hogy egyre csak villogtak a fogaid. Halléban nincs kert, csak kötelesség. Hogy süt a hold? Ilyenkor támadnak fel a tavaszi illatok. Honnan jön ide illat, amikor ezen az udvaron nem nyílik virág? Hozza a szél. A kerti szoba, a lomszoba, még hogy klavikordot küldenek neki, maga a hercegné választja ki. Nem. Elég volt a muzsikából. Katarina mosogat. Olyan, mint valami kép. Arany a főkötője, az arca, a keze. A dézsa is arany. De hogy lehet arany, ami nem is az? Edény, zsír, konyhaszenny, Katarinától. Butaság. A mécs teszi. A mécs. Ezek a lépcsők mindig így recsegnek, mikor éjjelente végigjárom a házat. Így. Ide nem jöhet betolva éjszakára. Csak a belső tolvajok lélegzenek a falak között, akik ellopják az apától a fiát. Még hogy valami hang. Ugyan? Nincs hang. Semmiféle hang nincs. Itt az éj.
zöld fű, sárga aranygyűrű, lebukik a nap, íg a vonó barmok, szenderegjetek, halak vizek rejtekén megpihenjetek. Hajfű, hajafű, haja puha zöld fű, sárga aranygyűrű, lebukik a nap. Hajfű, hajafű, haja puha zöld fű, sárga aranygyűrű, lebukik a nap. Jó itt az embernek, ki megfáradott, békén szenderegjetek, égi szárnyasok. Hajfű, hajafű, haja puha zöld fű, sárga aranygyűrű. Te vagy az, Katarina? Mamám? Mit dalolsz itt ének idején? Nem dalolok. Gondolkozom. Fontos gondolatok lehetnek, amelyek megférnek másféle szavakkal. Nem figyelek én a szavakra, csak a dallamra. Hallja, milyen sötét, amit dalolok? Sötét? Puha, meg sötét, mint a szoba, amikor itt ül mellettem valaki. Katarina vagy mama, nem a szó mondja, hogy éjszaka van, hanem a dallam. Ezen gondolkodol? Ezen. Meg Weissenfelsen. Weissenfels nincs. Remélem, magad se képzelted másképpen. Tudom, hogy nincs. Délben is tudtam, de azért hajlongtam és mosolyogtam. A mama sírt örömében, de hát a mama nem érti ezt. Te érted? Értem. Apám uram sosem akarta. A klavikordot becsukatta, eladta. Most már nyilván Máteusz kántor úrhoz sem mehetek többé. Leginkább a kendőt sajnálom, amit Katarinának ígértem magamban abból a sok pénzből, amiről Krieger úr beszélt. Kendőt? Katarinának? Azt. A mamának meg hagymát. Sol Péter nagybátyja hollandus földön él. Ott igen jeles hagymák nőnek. Aztán virág búvik ki belőlük. Ki círmos, ki piros. A mama úgy szereti a virágot. És Sol Péter nagybátyja hoz hollandus hagymát minden évben. Nekem szántál valamit a Krieger úr pénzéből? Nem én. Nem? Apám uramnak mindene van. Bizony való. Emeletes házam. Nem a ház. Háza másnak is van. Martin mesternek is, pedig az flaskó. Martin mester szíjjártó, nem flaskó. Hogy beszélsz a felnőttekről? Katarina mondta. Katarina szolgáló, nem tud szépen beszélni. Katarina szebben beszél mindenkinél. Mim van nekem, ami másnak nincsen? Akarata. Minden embernek van akarata. Hiába van. Ne veszélj bolondokat. Nem bolondság. A mama hiába akar. Katarina hiába akar. Én is hiába akarok. Néha még a herceg is hiába akar, csak ő még nem tudja. Úgy gondolod, én erősebben tudok akarni mindenkinél? Persze. Az lesz, amit apám uram parancsol. Azt parancsolom, hogy tanulj, mint más polgárok fiai.
És ne légy muzsikus. Tanulni fogok, mint más polgárok fiai, és nem leszek muzsikus. Na végre. Az első értelmes mondat ezen az értelmetlen napon. Ez a Mateusz is mit beszélt össze-vissza? Fiam, szép jövő áll előtted, derűs, napsugaras. Elvégzed az iskolát, aztán beiratlak az univerzitásra. Ez évben alapították, mire odajutsz, neves professzorokkal telik meg a város. Jó ésszel áldott meg a természet. Szorgalmas leszel? Szorgalmas leszek. Aztán maguk közé fogadnak a tudós doktorok, és úr leszel ebben a házban, ahol születtél, ahol a testvéreid születtek és meghaltak, és ismerni fogják a nevedet. Igen. Ügyvéd leszel, vagy bíró. Amerre jársz, megsüvegelnek. Mégy az utcán? Én akkor már régen nem leszek. Mégy helyettem és a nevemben fújni fog rád a szél, sütni a nap, és gondolkozol. Mire gondolsz majd, ha bíró leszel, és végig kopog a lépted ezeken a köveken? A klavikordra. Mire? Talán még meg lesz a klavikordunk valahol. Tudom, kinek adtuk el. Tappeiner úrnak, a kereskedőnek, akinek a boltja felett az a szaracén fej van, a piros turbános. A klavikordra? Persze. Ezen is tűnődtem, még az előbb énekeltem. Hogy a bírónak meg az ügyvédnek is van pénze, ha talán nem is annyi, amennyit Krieger úr Weissenfelsben ígért. Ha majd nekem is lesz pénzem, megveszem azt a klavikordot újra. Minek neked akkor már az a hangszer? Mikor nem kell bíráskodni, meg ügyvédkedni, játszom rajta. Addigra elfelejted, amit tudtál. Nem. Mateusz mester azt mondja, nem is igen tanított ő semmire. Tudtam, mielőtt megmutatta volna. Miért felejteném el? Mondja a hang. A hang? A hang. Én már akkor kinn leszek a temetőben, és tiéd lesz minden, amit egy élet munkájával szereztem. Tiéd lesz a ház, és Halle, és az élet. És senki se téríti más irányba az utadat. Magad rendelkezel. Te leszel nevünk viselője, anyád gyámolítója, te leszel én, ha már én nem leszek. Bíráskodol majd, vagy ügyvédkedel, tekintélyes leszel és igazságos. Mit fogsz tenni? Dolgozom, ahogy parancsolta. És amikor nem dolgozol? Zenélek. Nem. Minden szavadat elmondod addigra a törvényszéken. Fáradt leszel majd, és csendre vágyol. Nincs csend. Nekem soha nincs csend. Akkor se, ha van. Szól a hang. Fiam, én úgy érzem, meredek széléről rántalak vissza, amikor azt akarom, hogy a józan polgárok útján járj. A magam jövőjével számoltam le, mikor a tiédet védem. A Weissenfelsi hercegnek nem szoktak ellent mondani. Öreg vagyok, nem élek már soká. És túl hosszú ideig láttam sebeket és csontokat ahhoz, hogy azt képzeljem, mikor már nem leszek, itt állhatok majd láthatatlanul melletted, és nézhetem az életedet. Nekem most kell tudnom, mit őrzöl meg belőlem a szívedben, ha én már egyszer nem leszek. Nos? Semmit? A klavikord. Szeretlek, fiam. Anyádnak nem mondtam soha. Neked kimondom ezt a szót. Jobban szeretlek a magam vágyainál is. Nem tudom elviselni, hogy úgy gondolj rám, hogy... Hogy fogsz emlékezni anyádra, Georg, ha egyszer már nem él? Mint a virágra. Úgy fél, lelapul, mikor a szél rákezdi.
aztán megint kiegyenesíti a szárát, hiába olyan gyönge. Anyám elvitt Ameli nénihez zongorázni, pedig tudta, hogy baj lesz, ha kiderül. Hogy fogsz emlékezni Katarinára? Mint a kenyérre. Száll a lisztpor. Éjjel van. Dalol és süt. És kinyitja nekem a kerti szoba ajtaját. Liszt volt a kilincs pikkelyei között. Ő nyitotta ki. Akkor hát... alig, ha nem elvégeztetett. Mi végeztetett el? Hogy fogsz emlékezni rám, ha egyszer nem leszek? A klavikord... Hogy eladtam a klavikordot? Így? Mint a viharra. Mint a viharra? Elvégeztetett. Nem értem, mit beszél. Tavaly Cahó úr eltörte a lábát. Vattél volt, emlékszel még? Bizonyám. Mindig megszagláztam a kabátját, mert templomszaga volt. Borzasztóan büszke voltam, hogy apám uram gyógyítja Cahó urat. Mateusz mester mondta, ő a legnagyobb muzsikus halléban. Jól meggyógyítottam. Úgy jár, mint annak előtte. Hálás nekem. Igen. Ő fog tanítani holnaptól kezdve. Apám uram. Menj utadon békével. Aztán akármi leszel, mit tudom én, mi leszel. Tudd, hogy én vagyok az is. És ha rám gondolsz, amikor én már nem élek, erre a percre gondolj. Erre a legsúlyosabbra, súlyos életemben. Amikor nem a hercegnek kell engedelmeskednem, hanem olyan valaminek, amit nem ismerek, és amit valahol legbelül nem is hiszek, nem is értek. A hangnak. Apám! Holnaptól mindig szabad lesz zongoráznod. Tisztelt társkereső lányok, hölgyek! E-mail címen párkereső.prozák@gmail.com. 182 cm magas, megbízható, tisztességes, őszinte fiatalember vagyok.
Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Jelenleg webmesterként tevékenykedek, különféle programokat készítek, valamint blogokat vezetek, szakirányú diplomával rendelkezem. Egyaránt jellemez a nyitottság és az introvertáltság. Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, a Hit és a Katolikus Rádió hallgatása jellemző. Összességében úgy vélem érdemes velem megismerkedni, talán megér egy próbát. Bár átlagembernek tartom magam, az átlagnál nehezebben ismerkedem, ugyanakkor ennek előnyei is lehetnek. Vidéken élek, de szívesen költözöm, a távolság részemről nem akadály. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, lakóhelytől és életkortól függetlenül, tartós, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében. Kölcsönös szimpátia esetén nyitott vagyok a kapcsolatra. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a társtalálás hatékonyságát. Felkeltettem érdeklődésed. Várom üzeneted. Barátságos vagyok, írj nyugodtan bármit, vagy kérdezz, ami eszedbe jut, így elindulhat az üzenetváltásunk, ami egy szép barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Mindenkori párkapcsolati állapotomról a kapcsolódó blogon tájékozódhatsz. Párkereső kötőjel prózák.blogspot.com. Megosztással, ajánlással is segíthetsz párt találnom, köszönöm.